Svert Hungary Cserháti Tamara tegnap éjjel érkezett haza Mongóliából a világversenyről. Több mint egy hónapot töltött odakint, fantasztikus programokon vehetett részt, ráadásul az ő nagy estéjét találta a legszebbnek a szakmai zsűri. Jöjjön most friss kinti élményeinek beszámolójával Cserháti Tamara. Már itt vagyunk a nyitó ceremónián, ahol óriási a készülődés. Ezúttal sem került korona a legszebb magyar lány fejére a Miss World világversenyen. Minden esetre azért nekünk sincs okunk búslakodni, hiszen a nemzetközi világ Cserháti Tamarára, pontosabban a ruhájára kapta fel a fejét. Sziasztok, tegnap érkeztünk a csodálatos Shanghaiból, fantasztikusan érzem magam. Eddig nagyon jól alakul a verseny, szeretnétek egy kicsit ti is besegíteni, akkor kérlek, lájkoljátok az oldalon. Sok puszi mindenkinek! Úgy is mondhatnánk, hogy egy kicsit magyarosítottuk az idei divatirányzatot világszerte. Tamara kapta ugyanis a verseny World Fashion Designer díját. Magyarul az ő estéi ruháját ítélték legszebbnek. Biztos vagyok abban, hogy az enyém volt a legegyszerűbb, hiszen volt a lány, akinek 25 kilós ruhája volt, illetve rengetegen elestek a nagy ússzájuk miatt. De nem csak ez volt az egyetlen kínos eset a világszépe választáson. A legdurvább helyzet a finálén volt, ugyanis be voltunk osztva, hogy ki hova álljon, hogy a kamera őt mutassa, amikor az ő országát mondják, és az egyik lány rossz pontra állt, és a másik lány fogta és ellökte magától. Ezeken a felvételeken éppen ezt láthatják. Előfordul az ilyen, főleg akkor, ha eltéveszti valaki a koreográfiát. Cserháti Tamara! A júniusban megválasztott Miss World Hungary Cserháti Tamara képviselte hazánkat a világdöntőben. Tamara ruháját Benes Anita tervezte, aki rengeteg magyar hírességnek, többek között Tatár Csillának a Miss World Hungary döntőjében látott ruháját is megálmodta. Én már nem indulhatok, úgyhogy ezen már túl vagyok. Cserháti Tamara vasárnap éjjel jött haza Kínából. Összesen 33 napot töltött kint. 116 ország legszebb lánya küzdött a világ legszebbjének járó koronáért. A felkészülés mellett azért számos más programon is részt vettek. Ezeket a felvételeket ő készítette a telefonjával egy hajókirándulásról, sivatagi fotózásról és a döntő előtti feszült pillanatokról is. Honvágyam nem volt. Az utolsó napokban már úgy éreztem, amikor már feszült volt a levegő a lányok között, hogy már úgy jönnék haza. Tamarának ideje sem volt kipihenni a verseny fáradalmait, azonnal munkába állt. Mi is egy divatfotózáson csíptük el, sminkelés közben úti beszámolót tartott. Elég nagy szigor tartottak, hiszen nem nyilatkozhattunk, tehát egy újságírónak sem vettük fel a telefont, stábok egyáltalán nem jöhettek be, tehát külsősök nem jöhettek be. Akiről megtudták, hogy interjút azt kizárták a versenyből. A lányok a verseny előtti egy hónapos kintlétük alatt kőkeményen dolgoztak, naponta 12 órát készültek a versenyre, és négyszer utaztak is. Tamara az élményeiről rengeteg videót készített, sőt, szlovén szobatársával jó barátságot is kötött.